Gyermeki kacaj töltötte be a bátaszéki művelődési ház falait, ahogy reggizenére iázott a csacsi. Jól ismert figura, a brémai muzsikusok alapító tagja ő. A gyerekek lélegzett visszafojtva hallgatták, ahogy az otthonról kiebrudalt szamár elmesélte viszontagságos történetét, és ahogy megérkezett csaholva sorstársa is. A Brémai Muzsikusok című Grimm mese egészen sajátos, interaktív, humoros feldolgozása hatalmas sikert aratott Bátaszéken. A csacsi és a kutya után ugyanis megérkezett a következő szereplő is, akit kora miatt tettek kutcára. A Hahóta Gyermekszínház valójában egy utazó színház. Az egész országot bejárva szórakoztatják az óvodásokat és a kisiskolásokat. A gyerekeket olyan világba kalauzolják el, ahol akár cselekvő részesei lehetnek a történetnek, így például hangosan kiabálva adhatnak instrukciót a szereplőknek, honnan hallják a kakas kukorékolását. Volt, aki nem először látta ezt az előadást. Arra, hogy ez gazdája a szamárt, le akarta ütni, meg elmenekült tőle. Igen, és összefogott másokkal? Igen. Kikkel? Kutyával, cicával, meg egy kakassal. És utána valami kalandokba bonyolódtak? Mi történt velük? Elmentek Prémába. Prémai muzsikusoknak mentek el. Így van, ez volt a legelső szándékunk is, amikor kitaláltuk ezt a nevet, hogy együtt hautázzunk. A rablók, a gonoszok, ők bábok, őket le fogjuk bábozni. Végülis ez nem tudom, hogy mondható-e változtatásnak. A Medinán az óvónőknek nagyon tetszett Ricardo, mi csak így hívjuk a mi bábunkat, és őt Besenyő Pista bácsihoz hasonlították, és ez nekik nagyon tetszett. Olyan darabokat próbálunk választani, amit ismernek az emberek, mert úgy azt tapasztaltuk korábban is, hogy erre jönnek a nézők. És ezért esett erre a választásunk. Meg, hogy állatok játsszák, akkor azokat fölruházzuk olyan tulajdonságokkal, amik nekünk is tetszenek, és így akkor így megszületik valami jó dolog. Tanulságos történet? Ez nem szerepelt a kritériumok között? Hogy tanulságos legyen a történet? Talán inkább csak az, hogy érezzük jól magunkat, hadd énekeljünk. A brémai muzsikusok, akkor ők zenélnek, és akkor ez egy zenés darab lesz. Igazándiból ezek a eszmék vezéreltek minket idáig, de úgy látszik bevált. Alapjában, mivel kisiskolásoknak, óvodásoknak készülnek az előadások, tehát ők mindig kísérik a felnőttek, meg hát már lassan mi is szülőkké váltunk, meg felnőttek vagyunk, úgyhogy magunkat is, és így együtt a szülőket is szórakoztatjuk, és ez egyre nagyobb teret hódít. Nem mondanám, hogy most csak az interaktivitásra szabad a hangsúlyt fektetni, hanem ez csak egy eszköz. Tehát itt szerintem lehet másmivel is. Tehát az ember felkészült, jól átgondolt produkcióval jön, amit követnek a nézők szemükkel, fülükkel, szívükkel, lelkükkel, akkor jól fognak szórakozni, és szerintem ennyi már alapjában elég is lehet. Az biztos, hogy az előadással célba találtak. A gyerekek nyelvezete humora köszönt abban vissza. Akkor volt a legnagyobb kiabálás, illetve nevetés a Bátaszéki Művelődési Házban, amikor a halottnak hitt csacsi megjelent, de a társai nem vették őt észre. A Hahóta Gyermekszínház ezzel a közel egy órás interaktív előadásmóddal gazdagítani kívánták a fiatalok élménytárát. Az biztos, hogy Bátaszéken elnyerte a közönség tetszését a Prémai Muzsikusok című előadás.